ezek a jelzők a vevővel kommunikálni tudnak. Ez példátlan a maga nemébe, nagyon kevés kapásjelző, mely erre képes. Mit is jelent ez, hogy kommunikálnak egymással? Először is vegyünk egy legutóbbi példát, amely az utolsó horgásztúrámon történt meg velünk. Szakadt az eső, hirtelen a sátorba rekedtünk idézőjelbetéve, és a 20 méterrel lévő bottartokat kellett volna én nekem megközelíteni, hogy beállítsam a hullámzás miatt az érzékenységet. Ezt meg tudtam oldani a vevő készülék segítségével, hiszen ezek kommunikálnak egymással. De akkor nézzük is meg, hogy kommunikál egymással a vevő és az adó. Először is akkor kapcsoljuk be a power gomb segítségével a vevőkészüléket. Az adó az már be van kapcsolva, ugye előbb néztük, hogy lehet állítani rajta ugyebár a hangerőt és az érzékenységet és a hangszint. Miután beállítottuk a funkción gombbal, be tudjuk kapcsolni a kommunikációt. Egy csippantással élesítettük, és egy rövid nyomkodással át tudjuk állítani, hogy melyik színű jelzőt akarjuk. Itt most a kéket mutatja. Ehhez látszik a kék tartozik, majd ha tovább kapcsolom, akkor ugye jön a piros, végig megy megint, és újból érkezik a kékre. Tehát most ebben az esetben a vevő a kék színű adóval fog kommunikálni. Nézzük is meg, hogy. Kamera felé fordítom, állítsuk először akkor a hangerőt, mint ahogy mutatja. Tehát látszik is itt, hogy megy föl a hangerő, egyről van erősödik, vagy ugye vissza, halkítja le. Tehát a sátorból, ami egy 20, 30, 40, 50 méterre van akár a bottartóállványunktól, ezzel a Monster V2-es elektromos kapásjelző szettel el tudom érni azt, hogy a hangerőt, vagy a hangszint, vagy akár az érzékenységet állítsam.